Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat, a díjam jóslásonként 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, az itt felül és alul, itt középen látható. A kígyó jelentheti a változásokat, a megújulásokat, mint egy olyan újjászületés. A kígyó jelenthet egészségügyi témákat is, például, ha ő eddig beteg volt, akkor itt előre folyamodnak, tisztázódnak bizonyos dolgok, megvan a gyógyító erő. Az is lehet, hogy ezen a területen dolgozik, és itt lesznek változások, tisztázódnak bizonyos dolgok. De a kígyó, az lehet egy nő is. És ő szeretne ezzel a nővel valamit tisztázni. Ez lehet még egy párkapcsolat, vagy lehet az ex-nője, vagy lehet a testvére, vagy lehet az anyukája, vagy lehet egy barátnő, vagy lehet egy kolléganő is. Hogy milyen szándékokkal közeledik ez a nő, vagy hogy mit szeretne tisztázni, azt majd megnézzük később a másik kártyáknál. Lehet, hogy ez a nő rossz akaratú, az is lehet, hogy jót akar nektek. A második kérdés, hogy mit érez veled kapcsolatban, bepillantunk az ő érzelmi világába, ami itt látható. Ez a kártya jelenti a nyilvánosságot, hogy felvállal téged a nyilvánosságon, vagy útban van hozzá, találkozni akar veled a nyilvánosságon, és itt van egy meghívás. Az is lehet, hogy ez a kártya utal egy autóra, a mozgásra, és akkor itt szerződésekről van szó. Mit fog tenni az itt látható jobb oldalon? A szív. Azt jelenti, hogy ez a férfi szeret téged. De lehet, hogy zárkózott, ezt jelenthetik a könyvek. Persze, azt is jelenthetik a könyvek, hogy okos, meg te is okos vagy. És itt a fa jelentheti a gyógyító erőt, vagy ezt a területet, tanulást, továbbképzést ezen a területen, amit a fa még jelenthet a türelem, hiszen egy fának is időre van szüksége, amíg gyümölcsözik. De ha oda érkezett hozzád, akkor az biztos, hiszen nálad le tud gyökerezni, és szeret téged. Megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt a gólyák jelentik a változásokat, a kapcsolata megváltozik valahogy ezzel a nővel. Itt is a fa jelenik meg, ugyanúgy, mint itt, ez jelentheti a biztonság érzetét, ahol le lehet gyökerezni, akkor a gólya az jelenthet egy költözködést is, vagy a fa jelenthet egészségügyi témákat. A halak jelentik a pénzt, vagy az értékeket. A pénz útban van hozzá. Az is lehet, hogy elad most egy autót, és itt van a szerződés, vagy venni akar egy autót. És az pénzbe kerül.
Itt újra a park jelenik meg, jelenteti a természetet, vagy a nyilvánosságot. Hogy veled együtt megjelenik a nyilvánosságon, útban van hozzád, lesz egy meghívás. Itt a könyv jelenik meg, ugyanúgy, mint itt, ez lehet továbbképzés, ez jelentheti a tudását, vagy hogy egy könyvet megjelentet, megjelenik a nyilvánosságon, vagy hogy eddig zárkózott volt, hiszen a könyvek csukva vannak, és itt már nyitott, jelenti akkor majd a nyitottságát. Itt van a ravasz róka. Ez lehet, hogy vannak még negatív gondolatok. Ebből úgysem lesz semmi. Vagy negatív érzelmek, félelmek. De lehet egy ravasz személy is, aki rossz indulatú, például itt a kígyó, aki figyelgeti őt vagy benneteket, érdekli az, hogy mit történik a szerelem terén. Lehet, hogy féltékeny, lehet, hogy irigy rátok. De kisüt a nap, kiderül az igazság, a nap láthatóvá teszi ezeket a dolgokat. Az ő jelenlegi helyzete, illetve itt a fa alatt még hiányzik egy kártya. Itt a torony jelenteti azt, hogy ő szeretne valamit megnagyobbítani, de időre van szükség, kell még a türelem. A torony lehet egy hivatalos dolog is, vagy egy bírósági ügy, például ha ő nős, akkor a torony az jelentheti a vállást. Néha egy olyan szűkös helyzet, amikor benne érzitek magatokat ebben a toronyban, és kell egy kiút, kellenek változások, kell a gyógyító erő, de a türelem is. Az ő jelenlegi helyzete. Újra a lovas férfi, ugyanúgy, mint itt, mozgásba jön, közeledik hozzád, mindkét kártya utalhat mindarra, ami mozog. Változások, utazások, sport vagy autó. Itt a nagy medve jelenti az élet erődet, és ezzel az erővel be tudod bizonyítani magadat. Ha tudod azt, hogy ki ez a hamis személy, akkor óvd magadat a hamisság ellen. Itt ez az erő jelenti a belső erőt is, a hitet, higgy abban, hogy ez a férfi szeret téged. Akkor is, ha voltak félreértések, akkor is, ha volt egy nő a háttérben, akkor is, ha zárkózott volt. Itt kell még ugyan a türelem, de lesz egy új irány, egy új kezdet, és itt kisüt a nap, megvilágít bizonyos dolgokat. És ez volt a jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, és ha jelentkeznél a csatornámra, köszönöm szépen. És kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!